Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Átadó ünnepség, Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter mondott beszédet az új kutatásfejlesztési központ és elektronikai gyártóbázis átadásán. Országgyűlési választás, Magyarországon minden szavazókör április 3-án reggel 6 órakor nyit, míg az urnazárás időpontja 19 óra. Virtuális osztálykirándulás, a környezet megóvásáról és a fenntarthatóságról is tanultak a Szent István telepi általános iskola diákjai. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott beszédet csütörtök délután Budakalászon a Prolán irányítás technikai ZRT beruházás átadó ünnepségen. A projekt keretében új kutatásfejlesztési központot és elektronikai gyártóbázist adtak át. A mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó cég 1 milliárd forintos beruházását az állam 282 millió forinttal támogatta, segítve 174 munkahely megtartását. Az 1990-ben alakult cég Budakalász egyik legnagyobb foglalkoztatója, és adóbefizetéseivel hozzájárul a város bevételeihez, olvasható a város honlapján. Nagy vita volt ebből 2020 tavaszán, hogy a kormánynak, az államnak milyen módon kell ebben az esetben fellépnie, mi az, amit gazdaságilag tennie kell. Ez a vita arról zajlott, hogy visszatérjünk-e a 2010 előtti gazdaságpolitikai stratégiához, vagyis hogy az állami forrásokat szociális alapon osszuk-e szét, vagy maradjunk a 2010-ben megkezdett úton, és a munkaalapú társadalmat építsük még válság alatt is, vagyis hogy a munkanélküliséget, vagy annak a megelőzését finanszírozzuk. És mi akkor úgy döntöttünk 2020 tavaszán, hogy a munkanélküliség megelőzésének finanszírozására költjük az állami kormányzati forrásokat, és ezért minden idők egyik legrobosztusabb beruházás ösztönzési programját indítottuk el, amikor is abban hívtuk szövetségesül a vállalatokat, hogy mi készek voltunk beruházásuk felét, harmadát kifizetni, abban az esetben, ha ők vállalták, hogy nem bocsátanak el senkit. És ennek eredményeként 2021-ben, a tavalyi esztendőben a magyar gazdaság történet legsikeresebb évét láthattuk. A világgazdaság még bőven kereste önmagát, sajnos ma is így van ez. Tavaly még meg sem közelítette a világjárvány előtti teljesítményét, tehát konjunktúráról legkevésbé sem beszélhetünk. Azonban a magyar gazdaság 4 olyan rekordot tudott megdönteni, amely rekordok megdöntése egyenként konjunktúra idején is azt hiszem, hogy megsüvegelendő teljesítmény. Az elmúlt 32 évben soha nem jegyezhettünk föl olyan mértékű gazdasági növekedést, mint tavaly, 7,1%. Soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint tavaly, ugye 4,7 millió ember. Itt két korábbi ígéretünkre szeretném felhívni a figyelmet. 10 év alatt 1 millió új munkahely, ugye 2010-ben 3,7 millióan dolgoztak. Illetve a világjárvány első felében azt az ígéretet tettük, hogy minden egyes munkahely helyett, amit elsodor vagy veszélybe sodor a világjárvány, mi teremtünk legalább egy újat. Ez a 4,7 millió azt jelenti, hogy sokkal többen dolgoznak, mint a járvány előtt. A Prolán irányítás technikai ZRT árbevétele 2021-ben meghaladta 4 milliárd forintot, a Prolan elektronikai gyár Kft. Tavalyi árbevétele pedig 542 millió forint volt. Ha itt téma önökre nézek, akkor ezeket látom. Egy fantasztikus vállalkozást, amelyet szorgalmas és tehetséges emberek tettek naggyá. Szívből gratulálok a Prolán elektronikai gyár Kft. Valamennyi képviselőjének, az új kutatásfejlesztési központjuk és elektronikai gyártóbázisuk átadásához. De ugyanígy gratulálni szeretnék Budakalász önkormányzatának is, hogy a vállalkozásnak otthont ad. Ha egy vállalatról, vállalkozásról beszélünk, akkor önök, mint vezetők, tulajdonosok, vállalkozók, és mi, mint fejlesztés politikával foglalkozók, egyszerre ugyanazt a dolgot látjuk, de annak talán más-más oldalát. Önök mindig a feladatot, a kihívást, az elhárítandó akadályokat, és ha minden jól megy, akkor a végén a sikeres és nyereséges üzletet látják. Én önökben azokat az embereket látom, akik munkahelyeket teremtenek, fizetést adnak, pozitív jövőképet mutatnak a családoknak, biztonságot nyújtanak, és ezáltal a közösségeinket építik és szolgálják.
Magyarország tartó pillérei azok a vállalkozók, azt is mondhatom, hogy akik nem csak a mindennapi megélhetésünk, de biztonságunk és fejlődésünk is meghatározó módon sikeresek, és meghatározó módon múlik az ő sikerességükön, a mi sikerességünk is. Én a tettek embere vagyok, a mit miért nem lehet felfogása helyett mindig a mit hogyan lehet gondolatvilágát vallom, és azt gondolom, hogy nagy előrelépés, hogy miután Pest megye önálló régió, háromszor több uniós forrás érkezik majd ebbe a térségbe is, így biztosan további fejlesztések előtt állunk. A budakalászi székhelyű Prolan irányítástechnikai ZRT az ipari automatizálás egyik hazai fellegvára. Az általuk fejlesztett termékek és rendszerek megtalálhatók közműszolgáltatóknál, vasúttársaságoknál és több mint 500 000 háztartásban, fogalmazott köszöntőjében Rász Dániel, a Prolan ZRT vezérigazgatója. A most létrehozott új épület az egyszerre szól az itt dolgozóknak, egyszerre szól tehát a szakmának, és szól a környezetünknek is, azt üzeni, hogy nem kell feltétlenül Budapestre menni ahhoz, hogy valaki mérnöki csúcs teljesítmények részese lehessen, megfelelő minőségi környezetben, családbarát munkahelyen dolgozhasson. Köszönet tehát ezért a magyar kormány támogatásáért, köszönjük az önkormányzatnak és a kormányhivatalnak a peremfeltételek biztosítását, a Budapest Banknak a finanszírozást, az Üdbanknak a generálkivitelezést és a tervezőknek, alvállalkozóknak a közreműködését. Kiemelt köszönet munkatársaimnak, amiért a költözés zökkenőmentesen megvalósulhatott, és minőségi műszaki tartalommal tudnak ezek a falak megtelni. Budakalász hivatalos oldalán olvasható, hogy a cégcsoportban 70-80 fő dolgozik folyamatosan a jövő termékein, ami évi 1 milliárd forint feletti fejlesztési kiadást jelent. A tervek között szerepel, hogy a Prolan csoport meghatározó szerepet töltsön be a német piacon, az elmúlt évben elkészült saját vasúti biztosító berendezésük pedig új korszakot jelenthet a teljes magyar vasút számára. A sok ezer kilométernyi pálya megújításánál egy költséghatékony, rugalmas, magyar specialitásokhoz igazodó megoldás vált elérhetővé. A 2022-es magyarországi országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak 9. általános parlamenti választása lesz Magyarországon 2022. április 3-án. A választással egy időben népszavazást is tartanak. Magyarországon minden szavazókör április 3-án reggel 6 órakor nyit, míg az urnázás időpontja 19 óra. A szavazat akkor érvényes, ha a választópolgár, a lista, a jelölt neve vagy a népszavazáson feltett kérdés mellett található körben két egymást metsző vonallal egyértelműen jelezte szándékát. Szavazni a személyazonosság, illetve a lakcím igazolásával lehet. Ehhez érvényes személyazonosító igazolványra, útlevélre vagy vezetői engedélyre, valamint lakcímkártyára van szükség. Miután a szavazó személyazonosságát igazolta, és neve az adott szavazókör névjegyzékében szerepel, előbb aláírja azt, majd 3 szavazólapot kap a szavazatszámláló bizottságtól. A szavazólap kitöltésével kapcsolatos szabályokat a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatójában olvashatják el. Április 3-án vasárnap kövesse nyomon a választások eseményeit a www.szentendre.media.hu/budakalász oldalon. Reggeltől folyamatosan frissülő információkkal várjuk a közösségi oldalunkon, a TV Budakalász Facebook oldalán. 19 órától rendkívüli választási híradóval jelentkezünk a TV Budakalászon. Kapcsolódjon be adásunkba, hogy első kézből értesüljön a helyi történésekről. A virtuális valóságon keresztül ismerhették meg hazánk erdőit és vízpartjait a Szent István telepi általános iskola diákjai. A gyerekek a környezet megóvásáról és a fenntarthatóságról is tanulhattak. A WWF és a Lenovo környezeti nevelési programjának keretében a virtuális valóság technológiájával ismerkedtek meg a Szent István telepi általános iskola tanulói. A VR Expedíció nevű projektnek köszönhetően a diákok egy új szemszögből találkozhattak saját környezetükkel. Ez az iskolának az egyik legkülönlegesebb terme, ugye az úgynevezett high-tech terem, amit egy pályázat keretében sikerült létrehoznunk, és hát rögtön kihasználjuk. Én az ősz folyamán valahol az interneten hallottam egy lehetőségről, egy pályázatról, a WWF és a Lenovo-nak egy közös projektjéről.
és gyorsan jelentkeztem erre a programra, visszaigazolták, hogy oké, vették, és majd egyszer lesz valami. Én azt hittem, hogy nem lesz belőle semmi, és egy hónappal ezelőtt fölhívtak a WWF-től, hogy benne vagyunk a programba, amit a mai nap fognak megvalósítani itt a kollégák. A természettel kapcsolatos, ugye itt a panda logó mindenhol ott van, és hát az új technikáknak az alkalmazása, tehát az én úgy gondolom, hogy a tanterembe bevarázsolni a valóságot, gondolom majd az óceán mélyét, a dzsungelt, a hegyeket, erdőket, réteket, mezőket. Szóval én is nagyon várom, két osztály vesz részt ebben a programban a hatodik évfolyamból, ma a hatodik B, holnap a hatodik A. A gyerekek számára rendkívül érdekes és izgalmas technológia segítségével nem mindennapi módon tanulhattak Magyarország természeti adottságairól. A 360 fokos kamerával rögzített kisfilmeket a diákok VR szemüvegeken keresztül nézhették meg, így bekerülhettek hazánk háborítatlan természeti tájaiba. Ebben a projektben a WWF Magyarország Alapítvány és a Lenovo fogott össze, hogy egy edukációs programot valósítsanak meg. A gyerekeknek a természet közeliséghez való, a természethez való közelítését továbbosítjuk meg. Ebben a programban egy VR expedíción vehetnek részt a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy egy virtuális valóságban csöppenhetnek bele a szemüvegek segítségével, ahol bebarangolhatnak két hazai élőhelyet, egy erdőt és egy vizes élőhelyet. Ehhez kapcsolódó kérdéseket válaszolhatnak meg, illetve az egész foglalkozás az játékosan közelít a fenntarthatósághoz, energiatakarékossághoz és mindahhoz, amit a természetvédelemhez mindannyian hozzátehetünk. A digitális edukációs programon a gyerekek a fenntarthatóságról és a környezettudatosságról is tanulhattak. Az iskolás generáció rendkívül fogékony ezekre a témákra, gondolkodásuk pedig alapjaiban határozhatja meg bolygónk sorsát. A fiatalok abban is nagy szerepet játszhatnak, hogy felhívják az idősebbek figyelmét a természet megóvásának fontosságára. Itt három tanórát ölel fel ez a foglalkozás. Egyébként kezdjük onnan, hogy mit jelent az ökológiai lábnyom, hogyan tudjuk a saját életünkben ezt csökkenteni, zsugorítani. Beszélünk a közösségekről, a fenntartható életmód formáiról, és arról, hogy milyen értékeket próbálunk megőrizni, hogyan tudnak gyerekként bekapcsolódni ebbe az élménybe. Én azt tapasztalom, hogy nagyon bevonódnak, nagyon sok kérdésre tudják a választ, nagyon érdeklik őket azok a témák, ami az őket körülvevő világban zajlanak. A természetvédelem, az állatok, a növények, az élőhelyek, ezek foglalkoztatják és érzékenyen érintik őket. Az interaktív foglalkozás bővíti a diákok ismereteit az erdőkről, a vizes élőhelyekről, a klímáról és az energiáról, továbbá olyan aktuális globális kérdésekről, mint a biodiverzitás vagy a mindennapi környezettudatosság. A különleges tanóra során a diákok a Mosoni Duna, a Szentendrei sziget és a Balaton északi partjánál lévő erdőségeket tekinthették meg. Ennek az elsődleges célja az, hogy növekedjen a természettudatosság, és a jövő generációját megpróbáljuk abba az irányba terelni, hogy felelős, környezettudatos életet éljenek majd. Magyarországon azért elég sok környezeti nevelési program zajlik. Civil szervezetek részéről, illetve az iskolákban is azt tapasztalom, hogy nagyon sok ökoszemléletű program valósul meg. A Szent István telepi általános iskola részt vesz a high-tech suli programban, így a pedagógusok több tanórán használnak digitális eszközöket az oktatás során. A VR expedíciós foglalkozás is hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek nevelését és szemléletformálását modern megoldásokkal végezzék az intézményben. Budakalász város weboldala tette közé, hogy továbbra is várják az adományokat a faluházban, ezúttal a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítvány számára. Sipos József, tiszakeresztúri református lelkész, az alapítvány egyik alapító tagja elmondása alapján a következő adományokra van számukra a legnagyobb szükség. Vitaminok, gyermekápolási szerek, bébi étel. A kegyes alapítvány munkájáról további információkat a saját Facebook csoportjuk követésével olvashatnak.
Végül a várható időjárásról: szombaton marad a felhős borongós idő, délután 5-15 fok várható, éjjel viszont sokfelé fagypont közelébe hűl a levegő. Vasárnap kezdetben sokfelé várható havas eső, havazás. Napközben csupán 5-10 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott beszédet csütörtök délután Budakalászon a Prolán irányítás technikai ZRT beruházás átadó ünnepségen. Magyarországon minden szavazókör április 3-án reggel 6 órakor nyit, míg az urnazárás időpontja 19 óra. A virtuális valóságon keresztül ismerhették meg hazánk erdőit és vízpartjait a Szent István telepi általános iskola diákjai. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalászma, hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazinműsorunk. Április 3-án, vasárnap pedig kövessék nyomon a választások eseményeit szentendre.media.hu/Budakalász oldalon. Reggeltől folyamatosan frissülő információkkal várjuk a közösségi oldalunkon, a TV Budakalász Facebook oldalán. Szintén vasárnap 19 órától rendkívüli választási híradóval jelentkezünk. Kapcsolódjanak be adásunkba, hogy első kézből értesüljenek a történésekről. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!